Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV szerdai nyári magazinja, a Restart. Megelevenedett a múlt Iharosban. A régi korok fesztiválján hagyományőrző csoportok sokasága mutatta be a több száz évvel ezelőtt élt lovagok és zsoldosok mindennapjait és harcászatát. Emellett kulturális bemutatók gondoskodtak a korhű hangulatról. Repültek a csatacsillagok és a kelevízek Iharosban szombaton. A focipálya melletti zöld terület egy napra nagy csaták és lovagi próbák helyszíne lett. A korabeli viseletekbe öltözött hagyományőrzők látványa nem szokatlan a községben, hiszen a Szent László napot már 18. alkalommal rendezték meg, idén azonban új köntösben. Régi korok fesztiválja, ugye a neve most a rendezvénynek. Szerintem ez egy olyan általált név, ami meg is fog maradni a jövőben is. Ugye gondolom, hogy Szent László királyunknak a jubileum évét is ünnepeljük az idejében. Ugye egyrészt a koronázásának is évfordulója van, a halál szentévatásának is évfordulója van, és hát megpróbáltuk a lovagiasság, a lovakirálynak a kultuszát ezzel is erősíteni, hogy egy régi korokra jellemző rendezvényt hozzunk össze. Úgy érzem, hogy most értünk el arra pontra, amit igazából szerettünk volna eredetileg is a rendezvénynek, tehát egy olyan középkori hangulatot összehozni, egy régi koroknak hangulatát, inkább nem is csak középkorra hegyezném ki a dolgot, hanem régi korok hangulatát, ami miatt nem kell nekem egy várba, akár Siklósra, vagy Sümegre, vagy Letántán Nagyvázsonyba elutaznom, hanem lejövök Iharosba, és akkor itt megnézem az itteni ezzel kapcsolatos programokat. Valóban időutazáson érezhették magukat az Iharosba ellátogatók. A fesztiválon megjelent csoportok, egyesületek ízelítőt is adtak a lovakkori bajvívásból. Itt éppen a siklósi sárkányosok mérik össze erejüket. Mi a 15. század második felét képviseljük, azon belül is a nyugati és inkább német stílusú zsoldosokat. Itt elsősorban láthatnak sisakokat. Ugye ez a csőrös sisak egy kicsit régebbi, ezt általában versenyre szoktuk használni, illetve látható egy tárcsás sisak, amit általában a tüzérek használtak, illetve ugye a klasszikus szalács sisakok, illetve a hozzájuk tartozó bevor, ami ugye a torkot és a nyakat hivatott védeni. De lehet is látni, hogy a kettő együtt funkcionált, illetve egy Eisenhut nevezetű sisak, ami kicsit hasonlít az előző kettőre, viszont annyi a különbség, hogy ez nem rostélyos sisak, hanem egy teljes egész sisak, és ehhez is van egy bevor, illetve kicsit cseles, mert némelyiket a jobb láthatóság miatt, főleg a harcmezőn, ugye ki is lehet nyitni, és akkor igazából nagyobb teret be lehetett látni, illetve vissza is lehetett csukni, tehát attól függött, hogy éppen mivel próbálnak meg leütni. Illetve egy-két ütőpajzs, szintén kicsit német stílusú a medvénk, illetve a másik pajzs, az egy garai címer, mivel Siklósról jöttünk, és Siklósvára is a hozzátartozó terület garai birtok volt, így elsődlegesen azért szoktuk használni a garai címert is, hiszen úgymond hazai földről származik, még akkor is, hogyha a Gara család nem Siklósról származik, de ugye ott volt a nádori központ 1402-ben, és az egyik legerősebb vár volt a 15. században, úgyhogy ennek tiszteletére és emlékül is igazából szoktuk használni a címerüket, illetve láthatóak még úgynevezett messzerek, ami nem összekeverendő a szabjával, sokszor össze szokták keverni, de ez messzer, tehát ez ugye paraszti hosszú kés lényegében, ugye nem minden lovagnak, illetve nem mindenki hordhatott kardot, és elkezdték ezeket az egyszerű kis eszközöket legyártani, így igazából oldalfegyverként teljes egészében működött, olcsó volt az előállítása, és elég hamar fel tudták vele szerelni a sereget, viszont elég gyors kis jószág, és elég sok technikát meg lehet vele csinálni, és elég látványos dolgokat is lehet vele művelni. Van, amit mi készítünk, mert van a csapatnak fegyverkovácsa is, tehát például van, most itt pont nincs valahol a sátorban olyan rondel, amit a mi kovácsunk készített.
Ruháknál is van például, amit saját magunknak szoktunk készíteni, de természetesen van olyan, hogyha mi nem tudjuk előállítani és más elő tudja, akkor meg szoktuk venni. Tehát igazából így minden irányról, itt több oldalról szoktuk azért gyűjteni. Arra azért szoktunk figyelni, hogy kéziratok alapján, illetve korabeli feljegyzések, ábrázolások alapján szoktuk azért belőni úgymond a felszereléseket és a ruházatokat, és a szabás mintákat is ehhez igazítjuk. Tehát törekszünk arra, hogy azért az adott korszaknak minél hitelesebb bemutatását tudjuk megcsinálni. Napok óta bolyongott László az ő seregével, sem elegség, sem ital, mindnyájan elcsüggettek, csak László bízott Isten mérhetetlen jóságában. Ó, égnek, földnek, atya, nézz le rép, tekints le népemre, tekints le rám! Az emlékkép célja egybecseng a régi korok fesztiválját szervező Szent László király lovagrend szándékával. Megmutatni különösen a fiataloknak, hogy a lovagi eszmék, a törvény tisztelete és a hit megvallása mit sem vesztett aktualitásából. Az év hátralevő részére maradtak még megvalósításra váró tervek. Van nekünk egy népfőiskolánk, a Szent László király népfőiskola, amin mindig érdekes előadókat szoktunk felvonultatni. Na most ők, az iskola, a népfőiskola szeptembertől folytatódik, tehát Szent Lászlóhoz kapcsolódóan ez a rendezvény biztos, hogy várható. A lovagrendünk ősszel októberben szeretne egy pálos szerzetesekkel egybekötött rendezvényt szervezni, mint egyetlen magyar alapítású szerzetesrend. Ők egy pálos lelki napot tartanának, ez pont egy nappal a lovagrendnek a 17. születésnapja után október 14-én lenne, úgyhogy tehát megpróbáljuk ezt is Szent Lászlóval és a magyar történelmi dolgokkal egybekötni, meg hát emellett a településnek például lesz augusztusban is még egy falunapja is, tehát külön, ugye most, hogy külön választottuk a falunapot és a régi korok fesztiválját. Felmentek a Doberdói Nagyhegyre a Batthyányis diákok. A fiatalok nemrég tértek haza egy olyan táborból, amely az első világháború eseményeit állította a középpontba. A Kárpát-medencei középiskolásoknak meghirdetett programot pályázati forrásból a Nagy Világégés centenáriuma alkalmából rendezte meg a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Az első világháború emlékhelyeit kerestük föl Szlovéniában és Olaszországban 5 Batthyányis diákkal. Tulajdonképpen a centenárium kapcsán szerveződött ez a tábor pályázati forrásból. A Lendvai Magyar Művelődési Intézet volt a szervezője, Patyi Zoltán volt a táborvezető. És több szempontból is érdekes volt a tábor, egyrészt a diákok összetétele kapcsán, mivel a Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről és a Muravidékről is voltak diákok, és az a megtiszteltetés érte a Batthyány gimnáziumot, hogy mi képviselhettük az anyaországot. A programban résztvevő batthyányisok mindegyike érdeklődik a történelem iránt, sőt fakultációra is járnak. Az első világháború témaköre a lányoktól sem idegen, érdeklődve hallgatták az őket kísérő felnőttek történeteit, előadásait. Tanórán azért ennyire nem vettük részletesen, hogy nézett ki ez a táj, és nyilván akkor azért másképp nézett ki, de azért jó volt látni, hogy hol voltak ezek a csaták pontosan, és hogy honnan, hova mentek a katonák, és hogy jó volt látni, hogy néz ki maga az isonzó folyó, meg hol voltak ezek a kavernák, meg maguk a csaták, ugye, hogy hol zajlottak, szóval jó volt. Nekünk magyaroknak is az első világháború azért mély nyomot hagyott, mert ennek hatására csatolták el tőlünk a magyar lakta területeinket, Erdélyt is, meg Felvidéket, Délvidéket, és hát ez mindenképpen fontos, hogy tudjuk, hogy akkor mi történt, és szerintem ezt nem szabad elfelejteni. A tábor második napján a csoport belevágott az úgynevezett nagy menetelésbe. Zatolminból szakavatott vezetővel 18 kilométert gyalogoltak, 1000 méteres szintkülönbséggel a Mrézli hegyre. Útjuk során számtalan lövészárok és kaverna mellett haladtak el. Reggel 8-kor indultunk neki, és hát föl a kaverna rendszerhez egy 4 órás gyalogtúra volt, és hát ilyen voltak holtpontok, de
jött velünk egy hegyi mentő is, akinek volt egy kutyája, és azért szerintem jó volt, hogy ott volt, mert segített így a holtpontokon átlendülni. De tényleg fárasztó volt, de egy élmény. Megismerhettük tényleg azt, hogy a katonákat mit éltek át, hisz azon az úton mentünk, ahol ők mentek 100 évvel ezelőtt, ott jártunk, ahol ők éltek, úgyhogy tényleg egy nagyon nagy élmény volt. Én kiskoromtól fogva szociális típus vagyok, úgyhogy én akárhova megyek, mindig próbálok új meg új embereket megismerni, és ez most is sikerült. Személy szerint Lendváról két fiú érkezett, egyik a szobatársunk volt a barátommal, és hát vele elég jóba lettünk, illetve egy helyi lányjal, aki Ljubljanában élt, meg két délvidéki lányjal még most is tartjuk a kapcsolatot. Egy-két szót mindig beszéltünk, hogy ez milyen volt, meg hogy érezték magukat, meg például a nagy menetelés után, amikor leértünk, utána két kis busz várt minket, először a lányok mentek el, és ez egy olyan fél órás forduló volt. Addig mi pár sráccal elmentünk, és ott volt egy bunker a közelben, és oda bementünk, és ez valami hatalmas volt, de hogy ott élni, tehát konkrétan vagy 10 fokkal hidegebb volt, párás volt, beázott, teljesen sötét volt, szinte semmi fény nem volt. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ott hogy lehet élni hónapokig. Egy-két töltényhüvelyt, meg repesz darabokat találtunk legfőképpen a túra során. Meg hát ugye a múzeumokban láttunk, de egy-kettőt hoztam haza én is. Furcsa belegondolni, hogy lehet, ahol épp megyek, ott most pont lelőttek valakit, vagy ott éppen verekedtek. És hát mindenképpen egy nehezen feldolgozható téma ez. A diákok közt akad olyan, akinek még van lehetősége rá, hogy az idősebb családtagokat faggassa emlékeikről, régi történetekről, amelyek a nagyvilág égéshez kapcsolódnak. Ugye én megjöttem, és a nagymamám meg a nagypapám tudta, hogy elmentem, és kérdezték, hogy hát jártam-e a Doberdó és Isonzó környékén, és hát mondtam, hogy igen, és a nagypapám erre mondta, hogy hát az ő édesapja, tehát a dédpapám is ott esett fogságba. Néztem képeket, hogy hova megyünk, meg miként, de amikor élőben láttam a hatalmas hegycsúcsokat, akkor nagyon lenyűgöztek. És nagyon kedvetlenül mentem el, de megértem, mert tényleg a táj az mindenért kárpótolt a történelmi dolgok mellett. A tábor alatt múzeumot, katonai temetőt és egykori erődvárost is felkerestek a diákok. Számomra döbbenetes élmény volt, és ezt őszintén mondom, hogy ezek a gyerekek, akik nagyon sokszor szidjuk őket, ugye, hogy ezek a kamaszok, meg így, meg úgy, stb. Olyan átéléssel és olyan élvezettel hallgatták akár a múzeumi előadásokat, akár amikor hát bizony 1000 méteres szintkülönbséget kellett nekik megtenni 18 kilométer gyalogolva. Én úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy ez a korosztály találkozzon ezzel az élménnyel. Második éve annak, hogy a gyerekeknek úgynevezett ottalvós tábor tud szervezni a Zalaerdő ZRT obornakon, a Nyitni Kék Erdészeti Erdei Iskolában. Az érdeklődés iránt már tavaly sem volt panasz, így az idei szezon első turnusa is maximális létszámmal üzemel. Ez eddig rendben van. Arra kell figyelni, hogy a fényes fele a bőrnek, a festett, fényesre festett fele legyen felül. És leföl füzögetitek. Így, jó? Mehet tovább. Ez a kicsi füzű. Az a kötő. Az a rögzíted a... Ez tényleg? Jó. Az erdei erdőjáró táborban a délelőttök kézműveskedéssel telnek. A szervezők igyekeztek minél sokrétűbb, színesebb programot összeállítani. Kedden a bőrözéssel ismerkedtek a gyerekek. Karkötők készültek az asztalnál. Mindenki zöldet választott. Nagyon jó összejöttek a dolgok.
A gyerekek között többen vannak, akik ismerősöktől, osztálytársaktól hallották a tábor hírét. Én igazából úgy kerültem ide a táborba, hogy meghallottam az egyik barátomtól, és nekem nagyon megtetszett. Első alkalommal vagy itt? Igen, igen, első. A hétköznapok során, vagy az évközben is természetközeli dolgokhoz szokták kapcsolódni? Tehát kirándulni szoktatok, vagy ez teljesen új neked? Hát, szoktunk kirándulni, igen. Igen, 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 szoktunk. És akkor, ami neked legjobban tetszik itt ebben a táborban, az micsoda? Hát, az, hogy sokat lehet kilenni a természetben, sokat lehet játszani kint. Olyan gyerkőcök is vakációznak Obornakon, akik már sokadik alkalommal térnek vissza a dombok közé, az erdőben megbúvó szálláshelyre. Negyedszerre vagy ötödszörre vagyok itt. Akkor neked bizonyára nagyon sok tapasztalatod van, hogy mennyire jó itt lenni. Igen, nekem nagyon tetszik, és most valami új is megtörtént, a megszokott útvonalat, amit eddig az években megjártunk, most éjszaka tettük meg. Éjszakai túra volt? Igen, tegnap 10 óra körül értünk haza az éjszakai túrából. Nem féltetek? Hát nem nagyon. Az erdei iskola területén az idén épült egy korszerű, modern játszótér pályázati támogatásból, melyet szemmel láthatólag nagyon élveztek a gyerekek. A tábor első turnusa teljes létszámmal működik ezen a héten. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a gyerekektől, szülőktől egyaránt, úgyhogy nagyon sok gyerek visszajáró évek óta jönnek a táborainkba. Úgyhogy most is sok gyerek kérdezgette, lesz-e az a program, ami tavaly volt. Tehát nagyon várták már, többen mondták, hogy nem aludtak már előtte éjszaka, annyira izgultak, hogy mikor jöhetnek már. Mely korosztály az, akit megcéloztatok? Mondjuk beszélgessünk az első turnusról, amelyiknek te vagy a vezetője. Ilyen alsó tagozatosok érkeznek hozzánk, tehát olyan 8-tól 11 éves korig. Honnan érkeznek a gyerekek? Be lehet határolni? Nagykanizsa vagy környékei is? Alapvetően érdeklődnek a természet iránt, vagy hogyan találtak meg benneteket? Mik a visszajelzések e témában? Nagyon sokan Nagykanizsáról jönnek, illetve Zala megyéből. Sokan vannak olyanok, akik voltak már itt, és hívják az ismerősöket, barátokat, unokatestvért. És abban különbözik ez a tábor a korábbi évekétől, hogy most pályázati források is rendelkezésünkre állnak, és így szlovén gyerekeket is fogadtunk, úgyhogy most ez a különlegesség, hogy 7 szlovén gyermek is van velünk. Hogyan sikerült összeállítani, mi alapján az első turnus programjait? Sok kézműves programot tehettünk most bele, illetve erdei kirándulások, túrák vannak még a programban. Hogyha jól tudom, direkt úgy szerveztek minden turnust gyakorlatilag, hogy szinte teljesen ki van zárva a modern technika, a televízió, a számítógép, tehát abszolút természetközeli. Mi a tapasztalat, hogy fogadják mindezt a mai gyerekek? Jól fogadják, igazából itt nincs is térerő, úgyhogy nehéz is a telefonokkal bármit csinálni. Esténként azért biztosítunk lehetőséget a telefonálásra, de keresgélni kell a térerőt. És utána a gyerekek önként elteszik a telefont, vagy odaadják nekünk, hogy vigyázzunk mi rá. Illetve nagyon sokan nem is hoznak egyáltalán telefont. TV, számítógép, ilyesmit nincs is. A táborvezető az imént említette azt a pályázatot, melynek köszönhetően határon túli gyerekek is érkeztek Obornakra. Ők szemmel láthatóan remekül feltalálták magukat. Először így tegnap, így a fiúk ide följöttek, aztán egy fiú az elkezdte itten ezt építeni, aztán akkor a többiek is belekezdtek, meg akkor még mi ketten is csatlakoztunk, és akkor így ide hordtuk, meg még ma egy kicsit csináltunk hozzá valamit, javítottunk. Ja. Mi lesz mindebből? Mit készítetek? Egy igazi bunker lesz? Hát... úgy gondoltuk. Állítólag nem egy kimondottan lányos tevékenység a bunkerépítés. Hogy ez nektek ennyire tetszik itt? Hát, ritkán csinálunk ilyet, meg így azok a másik fiúk, azok nem engedtek be, és akkor így a Dobronakiakkal együtt belevágtunk ebbe. A lányok Szlovéniából érkeztek, magyar lakta területről, és szívesen elmondták kameránk előtt is,
hogy érzik magukat itt, Zalában, a Zalaerdő ZRT táborában. A tanítő néni egyik nap együtt az osztályban, és azt mondta, hogy Magyarországon van egy tábor, ha valaki ide akar a júliusban menni, és akkor ilyen a Noemi, meg a Simon, meg a Zsombor. Azt mondtuk, hogy persze, mert hát szeretjük az erdőt. Ez még csak a tábor második napja. Hogy érzitek magatokat itt a közösségben, itt ebben a gyönyörű környezetben? Nagyon jó. Nagyon tetszik nekünk. Mi az, ami nagyon tetszik? Tehát másabb, mint otthon? Tehát az erdő esetleg másabb, mint ott nálatok? Hát kicsit igen, de nagyon tetszik, mert itten fölbírunk mászni, aztán nem kell sokáig járnunk, hogy, mert hát mi, hon mi lakunk, akkor pár kilométert kell menni erdőig. Körver coaching. Ez egy különleges holland edzésmódszer, mellyel egy héten keresztül ismerkedtek az UFC fiatal focistái. A tábor lényege az volt, hogy a feltörekvő generációt megismertessék a módszerrel, s ezáltal kreatív és magabiztos játékosokat neveljenek. A Körver módszer az elmúlt 33 évben szinte az egész világot meghódította, már több mint másfél millió játékos képzéséhez alkalmazták. Ez az első Körver tábor Nagykanizsán, többet is tartottunk már itt a megyében, de ez az első itt a nagykanizsai UFC pályáján. Ez egy 33 éve fejlődő globális hálózat, folyamatosan megújuló rendszerről van szó. Gyakorlatilag a Körver teljesen más megközelítéssel közelíti meg a futballt, illetve az edzést, mint a hagyományos módszerek. Az elsősorban nekünk ugye az a célunk, hogy kreatív, magabiztos játékosokat neveljünk, akiket egyénileg is maximálisan képzettek, illetve a társaikkal is tudnak kombinálni a futballpályán. Fontos, hogy az alapnak tartjuk a technikai képzettséget és a minél gyorsabb gondolkodást, hogy a felmerülő játékhelyzeteket meg tudják oldani a pályán a lehető leggyorsabb idő alatt. Ez szerint is képezzük a játékosokat. Ugye mindennek az alapja a maximális technikai képzettség, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, különböző mozdulatokat, cseleket, játék elemeket tanítunk a gyerekeknek, és abból arra építjük fel az egész játékot. Gyakorlatilag mi nem egy stílust képviselünk, hanem egy képzési módszer vagyunk, tehát a módszerünk teljesen más. Ugye az alap technikai képzettség ugye labdaérzékeléssel kezdjük el, és onnan építjük tovább a gyerekekkel a mozdulatokat, és ezeket próbáljuk beépíteni, illetve nagy sikerrel építjük be a játékosoknak a játékába is, ami megjelenik minden a mérkőzéseken és a hétvégente. Minden kontinensen jelen vagyunk, és több labdarúgó szövetséggel is kapcsolatban állunk, mint például a francia, vagy a spanyol, vagy a német is, illetve most már a Magyar Labdarúgó Szövetséggel is egyre szorosabb az együttműködésünk. Több nagy klubbal is együtt dolgozunk, a világon, a Bayern, a Real Madrid, a leghíresebb Körver játékosunk Cristiano Ronaldo, ő is ezzel a képzéssel ismerkedett meg fiatalon, illetve a másik nagyon-nagyon híres játékosunk a Gareth Bale, de például a Carvajal a Realból, illetve a Sturridge a Liverpoolból is ezzel a képzéssel került be a csapatába. Kanizsán a 7-8 évesek körében már alkalmazták a módszert, de a cél az, hogy a 12 éves korosztályig mindenki kipróbálhassa. Ez az első alkalom, hogy itt az Egyesületnél ilyen tábor van. A kapcsolat a Szalma Józsefen, illetve a Vámosi Lászlón keresztül történt meg, illetve hát tavaly én már dolgoztam együtt a Tamásékkal lenne egy táborba Gyenesdiáson, és ez egy olyan módszer, amit mi most jelen pillanatban 7-8 éves gyerekeinknél alkalmazunk, tehát teljes egészében a gyerekek körvérképzést kapnak itt az Egyesületnél, és hát célunk az, hogy U12-ig minden játékosunk valamilyen formában részesüljön ebben, hiszen az a célja az egészségünknek,
egésznek, hogy olyan játékosokat tudjunk kinevelni, akik labdabiztosak, mérkőzés szituációban a helyzeteket pontosan, gyorsan meg tudják oldani, azt tökéletesen végre is hajtja, és ezáltal mind a klub, mind pedig majd egy akadémia számára hasznos játékossá válik. Most már jó pár napja zajlik ez a speciális tábor, hogyha lehet így nevezni. Mi az edzői tapasztalat? A gyerekek hogy fogadták? Mi a meglátás? Hogyan zajlottak az eddigi napok? 39 gyerekkel kezdtük a tábort. Nagyjából talán pár hiányzónk van, aki megbetegedett, illetve egyéb okokból, napszúrás vagy ilyesmikből nem tudtak jönni, hogy elég jó meleg volt. De én azt mondom, hogy igazából erről a gyerekeket kell megkérdezni, hogy ők hogy érzik magukat. Mi nekünk az a tapasztalatunk, illetve azt látjuk, hogy élvezik, nagyon szeretik csinálni, és hát a kanizsai gyerekeknek ez gyakorlatilag már nem idegen. Voltak új cselek, mozdulatok, amiket még nem ismertem, új gyakorlatok. A legtöbb gyakorlat játékos volt, ami nekem nagyon tetszett, és volt egy az egy, kettő az egy, és nekem ez nagyon tetszett. Én is ugye cseleket, új cseleket ismertem meg, ahogy mondta, vannak játékos, meg vannak gyorsaságfejlesztő feladatok is. Tehát el lehet mondani azt, hogy teljesen új dolgokkal Igen. ismerkedtetek meg? Igen. Ez volt a Restart, a Kanizsa TV nyári magazinja szerdán. Köszönöm figyelmüket munkatársaink nevében is. További szép estét, viszontlátásra!